Köszöntöm kedves nézőinket, Híradó Extra című műsorunkat látják, melynek ma este vendége Zsáki Viktor, az Octopus Egyesület elnöke, illetve Vörös István, az Octopus Egyesület alelnöke. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Ugye a nyár egyik legfontosabb eseménye és legforróbb eseménye is volt egyben az első Nem Árt Fesztivál, ami számos új elemet és gondolatot és programot hozott be itt a városnak a kulturális életébe. Hogyan emlékszel vissza ezekre a napokra? Mi volt esetleg a kedvenc mozzanatod a fesztiválról? Hú, sok volt. De olyan jó, hogy ezt elmondtad, hogy sok új elemet, meg gondolatot, meg valahogy egy kicsit más szellemiséget hozott a Nem Árt, mert hogy hát talán ezt így mindkettő nevében mondhatom, hogy ez célja is volt, hogy mindkettőnk a szervezők nevében mondhatom, hogy kimondottan célja is volt a Nem Ártnak, hogy egy picit olyan legyen, amilyen nincs a városban, mert vannak a városban nagy múltú és tényleg tök jó rendezvények, rengeteg. És erre nagyon büszkék vagyunk, meg örülhetünk is nekik. Viszont az volt a célunk, hogy akkor most keressük meg azt a kis szegmenst, ami még nincs. Amilyen nem volt így, ilyen formában Karocsán, hogy így 2-3 napban sűrítve. Mert egyébként van itt beszélgetős rendezvény a városban, nem is egyféle. És nagyon jó, hogy van. Vannak gyermekprogramok a városban, ebből is van nagyon sok, most akár ebben az épületben, vagy a könyvtára, hogyha gondolunk, de civil kezdeményezésre is vannak gyermekprogramok. Viszont az, hogy itt a Nem Árban volt idegenvezetővel városnézés Karocsán, hogy itt volt egy dolhai közönség találkozó, amivel nyitottunk, és ugye Dolhai Attila évek óta visszajáró vendége Karocsának, hogyha úgy tetszik, a nyári nagy koncertjeivel. Az, hogy itt volt pszichoblokk, ahogy neveztük azt a szombati napot, ugye Kitaníts már Bagó Pisti féle beszélgetéssel, a Kádár Anna Mária, hogy ellátogatott hozzánk. Ez megint egy másféle ízt adott a rendezvénynek, ami korábban talán ilyen formán így szervezve nem volt. Közben mentek ugye a gyerekprogramok itt egy emelettel följebb a könyvtárban, Kisnélnitában, illetve ugye a Vörös Katival. Most azért nem is sorolom meg, hát akkor már ne felejtsük el vasárnap ugye Norbinak, Nyutani Norbinak a film bemutatóját. És van, mert amúgy sok új elemet behozottak, ugye az Elemek Egyesület pedig egy nagyon nívós, stílusos kiállítással tudod bemutatkozni, és hát ők tervezték egyébként az egésznek az arculatát, úgyhogy innen és még egyszer is nagyon-nagyon köszönjük nekik a kitartó munkájukat, mert tényleg emberfeletti melót tettek bele. Én ilyen a legjobbat hagyd az utoljáratig, azért én nem is mondtam az elemeket, mert hogy ők voltak azok, akik viszont a nulladik lépésétől ott voltak a fesztiválnak, és gyakorlatilag hát kimondhatjuk, hogy a helyszínt olyan formában, amilyen hangulata, logókkal, zászlókkal, fényekkel, maguk a plakátok, a betűtípus, az arculat, tehát minden nekik köszönhetünk, amit tényleg nem tudunk elégszer köszönni annak a csapatnak. Tehát igen, nagyon sokszor mondom, amikor kérdezik egy programnál, hogy anyagi kérdés, vagy emberi, hogy tényleg vannak dolgok, amiket egyszerűen pénzzel nem lehet megcsinálni, mert ők olyan szintű kreativitást vittek bele, tehát tényleg, ahogy az épületben jártunk körbe, és rögtön látták, hogy ide, ez, oda, az, és hogy annyira beindult ez a művészeti alkotó folyamat, ami nyilván nekem nincs meg, mert nem vagyok művész, és így nagyon jó volt látni. És hát ugye az Elemek Egyesülettel egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, hiszen az első művésztelepüket is a Főkapcsoló Kultúrtérben szervezték meg a nyár során. Igen, erről viszont én nem tudok túl sokat mondani, mert pont nem voltam a városban, így bementem néha, úgy látom, hogy voltál érdeklődés, jól érezték magukat, és nagyon örülök, hogy nálunk tartották ezt a kezdeményezést, vagy ezt a programot, és egyébként tényleg biztatok rá innen is mindenkit, hogy keressenek minket, hogyha van programötletük, akkor mi tényleg nagyon szívesen állunk bárkinek a rendelkezésére. Az Octopus csápjai tovább nyúlnak most itt a nyári időszakon, ugye benne vagyunk most már itt az őszben, és ahogy fogalmaztatok a sajtótájékoztatón, a bekuckózós estékre Igen. is egy programsorozattal készültök, amely nagyon izgalmasnak ígérkezik. Hát ugye ez lesz a Csak Mondom sorozat, amiről köszönjük szépen, hogy itt voltatok a sajtáján, és ti is beszámoltatok. Én nagyon-nagyon várom. Ez szintén egy olyan program, amihez hasonló van Karocsán, de ilyen formában, ugye a bekuckózós szót használta te is, ilyen formában, hogy tényleg kihasználjuk a Főkapcsolónak, ami ugye volt Tiszti Klub, ezt nagyon sokszor szerintem még el kell mondani, ezt picit így tudatosítsuk az emberekben, a Főkapcsoló Kultúrtér egyelő volt Tiszti Klub, és ugye ott vannak ezek az események. Tehát ilyen közegben még nem volt, mert mondjuk szerintem egy színházi közeg, tudod, hogy ott azért kicsit távolabb ülsz az előadóktól, egy picit ott sötétebb van a nézőtére, ott egy picit jobban föléd van emelve mondjuk az előadó, azt szerintem egy más hangulatot kölcsönöz, mint amikor tényleg nincs olyan nagy kontraszt mondjuk a nézőtér meg a színpad között, akkor egy kicsit közelebbinek is érzed magadhoz fizikálisan is,
azt, aki beszél hozzá, és mi szeretnénk ezt a bekuckózós élményt pont ilyen értelemben kihasználni, a helyadottságait kihasználni, hogy közelebb tudunk lenni fizikálisan is egymáshoz, és olyan embereket szeretnénk közelebb hozni a leendő nézőkhöz, akik ellátogatnak a Csak Mondom programokra, akiket szerintem megéri így megismerni, legalábbis akikkel eddig beszélgettünk, a sajtótájékoztató után, vagy akár az előtt, hogy mit szóltok ezekhez a nevekhez, mit gondoltok, lesz érdeklődés kalocsán, szeretni fogják az emberek. Eddig nagyon jó visszajelzéseket, 99,9%-ban nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Hát akkor említsük is meg, hogy kik lesznek a vendégek, hiszen nagyon izgalmas beszélgetések várhatóak a Főkapcsoló Kultúrtérben. Csúlya Imrével fogjuk kezdeni a sort, október 21-én, 5 órakor. Aki Csáki Judit tart érkezni. Judit, igen, így van. És azért fontos, hogy ők ketten jönnek, mielőtt bárki bármilyen tud ilyen összefüggés, vagy ilyen összeesküvés elméletet látna el mögött, mert hogy Csúlya Imréről megjelent egy életrajzi könyv is, nem olyan régen, és tudjuk, hogy azért az utóbbi pár évben nem csak a színészi pályája, nem csak a színházi emberi karrierje, nem csak a filmes karrier, hanem azért ami magánemberként történt vele, az is nagy közönség elé került, nem tudjuk ezt másképp mondani. És erről azért nem szeretnék többet beszélni, mert úgy is fogunk beszélni róla ott a Csak Mondom alkalmával, de erről ő maga is nyilatkozott, beszélt többször. Szóval, hogy ő most egy olyan élethelyzetben van, ahol a művészember és a magánember egyaránt valahogy előtérbe kerül, jobban előtérbe kerül, és szerintem egy nagyon, pont ezért is egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz a Csúlya beszélgetés, és Csáki Judit volt az, aki egy nyár Csúlya Imrével alcímmel jelentetett meg egy életrajzi könyvet róla. Csúlya Imre közreműködésével, tehát nem arról van szó, mint amikor nem tudom, hazaér a hollywoodi hobbi riporter, és úgy gondolja, hogy most két iperi életéből csinálok egy kis zseppénzt magamnak, és írok egy könyvet, hanem tényleg ezt az életrajzi könyvet, portrékönyvet Csúlya Imrével együtt alkották meg, tehát egy nagyon hiteles alkotás. Tehát ezért jönnek ők egyébként együtt erre az októberi alkalomra, amit Viktor említett. Folytatásban pedig Péter Sibori lesz a következő vendégünk. Ő november 19-én jön. Egyébként összefonódás nemrég valahogy ott a Covid időszak után róla is jelent meg életrajzi könyv, viszont egészen más, mint a Csúlya könyv. A Csúlya könyv az egy ilyen interjú kötetszerűség, nem nevezném annak, de főleg, mint egy ilyen interjú helyzetre épülne. A Bori könyv pedig, én erről már többször beszélgettem különböző podcastekben, interjúban Borival, az majdhogy nem olyan, mint egy műtárgy. Tehát, hogy az a könyv úgy van megalkotva, olyan vizuális világa van, olyan grafikai elemek vannak benne, olyan fotóanyagok, meg képi anyagok, amik tényleg egy ilyen a 90-es évek, 2000-es évek, nem tudom, alter magyar kultúrvilágának a lenyomata, vagy nem tudom, egy ilyen örök mementója lehet kb. Az a könyv. Tehát róla is jelent meg könyv, és ugye ő is szerintem, mint színésznő, mint énekesnő, és akár mint magánember is, egy érdekes figura a mai kulturális palettán. És akkor van egy harmadik nevünk. Falusi Mariam, ő december 2-án fog jönni. És ő az, akit nem tudom, tehát így mondhatnánk, hogy padödő alapító, mondhatnánk, hogy színésznő, énekesnő, de igazából azt mondod, hogy Falusi Mariam, akkor így mindent elmondtál, nem? Abszolút. És itt még nem érnek véget a programok sora, hiszen a városban talán ilyen program még nem volt, hiszen jön az Oktokon. Sőt, én direkt néztem, szerintem még a térségben vagy a környéken se volt ilyen program. Ugye az Oktokon az egy cosplay találkozó. Én egy kicsit úgy látom egyébként, hogy ezt a műfajt be kell mutatni az embereknek úgy, hogy a következő időszakban videókat, képeket fogunk közzétenni. Ugye nyilván a cosplay-es műfajról nem akarok részletesen beszélni, mert ez egy szubkultúra, aminek nem vagyok a tagja egyébként, és nem akarok bármi sértőt vagy tudatlan mondani. Nyilván beöltözős műfaj, különböző anime figuráknak öltöznek be, vagy képregény figuráknak, Star Wars figuráknak, és eltözenek együtt egy kellemes napot, örülnek, hogy a Főkapcsolóban van ennek is, az ilyen műfajú programnak is teret tudunk biztosítani. De azt mondd el, hogy ez szinte művészigényességgel teszik. Tehát van. Arról van szó, hogy ez egy nagy Halloween party lesz, hogy ezt ők szinte művészigényességgel teszik. Sőt, itt is van, lesz egyébként jelmezverseny, meg különböző bemutatók, így van. Színpadi események. És tervezők egy felvonulást is a városba, lehet nyilván ennek még sok. Tényleg? Igen. Ez még nekem is új. Igen, ez de jó. Nyilván időjárás függő, stb. Azért némelyik jelmez az igen, költséges, és nem biztos, hogy mondjuk szakadó esőben ki szeretnének jönni vele.
Ami fontos, hogy ezt a lakosság számára is nyitottá tesszük, és támogató, hogy egyen be lehet jönni az épületbe, és egy kicsit ebből a kultúrából magukba tudnak szippantani az a látogatók is. És hát szerintem sokan várják már a következő kultúrpiacot is. Ez hogyan alakul most itt az év második felében? Ami az Oktogon után lesz egy nappal, úgyhogy ez egy elég sűrű hétvége lesz ismét az Egyesület életében, már csak azért is, mert ugye ott meg hétfőn a Csüli Imrével lesz a beszélgetés. Igen. Hosszú hét lesz. Az árusok már jelentkeznek, egyébként ugye még közé se tettük a jelentkezési lehetőséget, de már mondják, hogy szeretnének jönni, a programokat is szervezzük folyamatosan, úgyhogy a kultúrpiac az egészen biztos, hogy meg lesz tartva, és hogy ahogy az ősz egyébként szokott lenni, nagy lesz. Ugye főleg azért is, mert az emberek ilyenkor egy picit jobban várják, mert a nyári meg az őszi között azért egy hosszabb idő marad ki, és már az utcán is kérdezik tőlem, meg a piacon is, hogy de ugye lesz, meg mikor lesz, és tényleg látom, hogy nagyon várják az emberek ezt a programot. És egy kicsit itt az Oktopusz kertjén kilépve, hogy a Beatles dal után szabadon, ugye podcast fronton is tartalmasnak ígérkezik a következő időszak. Igen. Hogyan fog alakulni? Ha jól tudom, akkor itt izgalmas vendégekkel, témákkal várjátok majd a hallgatókat. Igen, hát ugye itt az Oktopusz is végül is ez a podcast történet egy picit össze is fonódott a Nem Árt kapcsán már itt nyáron. Hát ugye mi Dr. Kádár Anna Mária pszichológus tréner íróval 3 éve készítjük az És boldogan éltek podcastet, és ennek volt egy első nyilvános felvétele beszélgetéseit a Nem Árt alkalmával nyáron Kalocsán, és kis spoiler, azért tervezzük, hogy ez ha jövőre is lesz Nem Árt, akkor folytatjuk, és Anna Mária egyébként már számol ezzel a dátummal, mert én nagyon jól érezte magát Kalocsán, szívesen is jönne vissza. Hát ami az előttünk álló, az És boldogan éltek előtt álló őszi, téli szezont illeti, azt már biztosan tudjuk, hogy kik lesznek a vendégek, akik közreműködnek a soron következő műsorokban. A héten jelenik meg egyébként egy új epizódunk. Nyáron indítottuk a Hős útja sorozatot. Joseph Campbell az Ezer arcú hős című könyve nyomán Christopher Vogel, hollywoodi producer volt az, aki lemodellezte ebből a könyvből, hogy mi az a 12 lépés, ami gyakorlatilag az ember életét egy ilyen tanulási körként ír el, és mindannyiunk életére, vagy mindannyiunk fontos döntéseinek egy-egy élethelyzetére ez a mechanizmus ráhúzható, tehát egy ilyen egy mítoszt. Egy univerzális mítoszt, ha tetszik, teremtett meg Campbell, illetve által a Vogler. És ugye mivel hogy 12 lépésből áll ez a sorozat, ezért mi januártól decemberig minden egyes hónapban egy epizódot arra szentelünk, hogy erről a 12 lépésről és ennek egy-egy állomásáról beszélgessünk, ugye a pszichológus szemszögéből, meg hát a kérdező laikusságával. És ennek jelenik meg a héten az új része, aztán ősszel a Marosvásárhelyi Kultfesztiválon fogunk fölvenni új epizódokat. Olyan közreműködőkkel, mint Steigerwald Krisztián generációkutató, teljesen random mondom, elnézést kérek. Mindenféle udvariassági formulától eltekintve, ahogy eszembe jutnak a nevek, meg ahogy tematizáltuk a műsor. Tehát Steigerwald Krisztián generációkutató lesz a vendégünk az egyik műsorban, aki Balatoni József Jocó bácsival generációk, illetve bullying, prevenció témakörben fog majd beszélgetni velünk. Aztán lesz egy másik műsorunk is, amelyben dr. Baracsi Katalin internetjogász lesz a vendégünk, és mellette Berecki Enikő közreműködik majd még abban az adásban, aki pedig a Rejtélyezzé generáció című könyvnek a szerzője. Szerintem ez is sokat elárul majd arról, hogy milyen irányba megyünk, internetjogász, Z generáció, szerintem ez is egy nagyon sokrétű témakör, amit érdemes lehet kibeszélni. Ezek fixen megvannak erre az őszi téli időszakra, hogy a Hős útján végigjárunk, és ezekkel az emberekkel biztosan lesznek még a podcastben beszélgetések. Egyébként, hogyha már összefonódások, ilyen podcast Kalocsa, meg Kalocsa Nem Árt, azt még veled se beszéltük, hogy a Csak Mondom vendégeinek, a 3 vendégének egyébként, ha úgy tetszik, vannak kalocsai kötődéseik, ugyanis Farusi Marian járt már nálunk, amire én konkrétan emlékszem, egy Kék Madár Fesztiválon. Meg egy oktatóságú koncerten is, még a régi állatmenhelynek, de akkor még gyerekek voltunk mi is, és akkor a úttörőházban volt a rávesszik, ott volt egy padoló koncert, és gyűjtöttek az állatmenhelynek. Tehát, hogy Marian számára sem ismeretlen terep. Kalocsa, nekem a Kék Madár koncert volt, meg ami azért is volt emlékezetes, mert úgy hirdették, hogy ezt Farusi Mariannak egy
matiné délutánja lesz, vagy önálló délutánja lesz, és akkor ugye a Néhai Lang Györgyi társa már, ő már kerekesztékes volt, és eljött a Györgyi vele meglepetés vendégként, és ketten nyomták le azt a koncertet, tehát valami zseniális volt. Egyébként ott, ahol most a főkapcsoló működik, a Tiszti Klubnak a belső udvarában volt ez a koncert, amit Marian meg Györgyi még együtt adtak itt Kalocsán. Illetve Bori sem ismeretlen a kalocsai közönség számára, szintén Kékmadár Fesztivál, és amikor a Kékmadár elkezdett nyitni egy könnyű zenei front felé, ez talán a Quimby-vel történt, meg egy kicsit az alter könnyű zene felé nyitottak a Lakatos Gyuriék, tartottak az egyik évben egy Quimby koncertet, és a rákövetkező évben pedig Péterfi Bori and the Love Band koncert volt a Kékmadár Fesztiválon, és nemrég Boriék Hajóson is koncerteztek, ha jól emlékszem, pár évvel ezelőtt Orbán napon szintén voltak. Tehát nekik azért vannak így szegről végről kötődéseik ide. Akkor a visszatérések időszaka lesz most Kalocsára, itt a következő. Én nagyon sok sikert kívánok a soron következő programokhoz, rendezvényekhez, és természetesen várunk vissza titeket a stúdióba. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Híradó Extra című műsorunkat látták. Adásaink visszanézhetőek a kalocsatv.hu-n. Viszontlátásra!